Hello, szia! Indulunk venni nadrágot a Leilának, és kire kell várni? Na kire? Rám! Ugye? És akkor mindig azt mondja, hogy rád kell várni, és most is bebizonyítom itt a fényfeltáró riport, hogy rád kell várni, Szandokán! Megyünk a csajszínnak, jó kabát, megmutatod a kabátodat, milyen kis menő? Aha. Nagyon, nagyon menő. Jó, csinos vagy. Köszönöm. Szép van, jól áll neked a lila. Köszönöm. Na, először úgy döntöttünk, hogy először bemegyünk az Árkádba, mert ez a sikútba elsőnek, tehát hamarabb, közelebb van, mint ahol mi szoktunk élni a Family Centerbe. Bár azt szeretjük, mert sokkal nyugisabb, nincsenek olyan sokan ott, de benézzünk ide is, mert hát most ez úgy beesik, akkor én ne. Ja. Direkt nem hoztam pénzt, csak nagyon keveset, inkább csak bankkártyát, mert veszélyes, ha mi hárman elindulunk, mind a hárman halak vagyunk. Épp azt beszéltük, hogy felérünk egy piranya rajjal, ha vásárlásról van szó. Hát, ha mindegy, de ami kell, az kell. Ami nem kell, az meg felsik a kosárba. Én így vagyok vele. Na, építenek itt. Már megjöttünk, igen, mindjárt ott vagyunk, megyünk a parkolóba. Fel majd. Na, csak felvittjak. De mi volt ez? Ez nem az étterem? Ide volt, de járt, nem ide jöttünk enni néha. Nem. Itt alul lent volt valami, vagy az nem itt van? Ott van a... De nem voltunk itt még soha. Akkor melyik az? Akkor az hol van? Zöld fa. Elefánt. Nem az elefánt, zöld hanem fa, ez... Zöld fa, Nádorváros. Ja, Nádor, a másik részén. Ha ezt kevertem. Jó, úgyhogy... Hány kilót fogytál, Leila? 5. 5 kilót fogyott nyár óta, nyár közepétől. És azokon a drágok, amiket azért vettünk, hogy most jók lesznek rá, azok mind derekánál, talán egy valami jó. A többi meg a derekánál így eláll. És azon az össze segít, mert ugye hát akkor is tehát nem jó. Na, jó van, megyünk is már, mert tényleg mindjárt itt vagyunk. Biztos, hogy jó sokan vannak, és én azt nem szeretem. Hát, azt nagyon nem szeretem. Szervusz, Ragnar. Hello. Felkészültél? Fel. Jól van. Maximálisan. Na, karácsonyi kivilágítás lesz. Győrbe kivilágítás? Mit tudsz róla? Valami minimális. Ó, rengetegen vannak itt. Felmegyünk a fenti parkolóba. Hát először megnézzük ezt, aztán ha nem, akkor fölmegyünk. Ennyi. Köszi. Kösz. Majd én nézlek. Jó. Ja, nagyon sok autó van, rengeteg. Anya. Tessék. Én tudod, hogy miért várom azt, hogy vezethessek? Miért várod? Hogy mindenkinek tudjak integetni, hogyha elengedem őket. Itt volt a hely. Drága szívem. Olyan szépek ezek a fák, hogy ilyen ősszínűek. Imádom. Te is imádod? Én is. Jó van, akkor afkárta. Mehetünk. Hát akkor induljál el. Ja. Megy a gyöngyvirág. Shopping királynő vagy, Leila? Én az. Tessék? Az vagyok. Az vagy? Ha. Ja. Mikály. Aha. Ja, valami volt innen nekünk, nem? Igen. Valami volt. Olyan beles. Ó, ez jó, az a sapka. Csávón. Semüge. Ó, ezt halogindekot nézzük már meg. Ez nagyon jó. Ó, kis Nespresso-t innál. Természetesen miután vettél nekem egy Swarovski gyűrűt. Jaj, hát ez nagyon jó. Hello! De a mi Oszkárunk azért teltebb, nem? Igen, ez elég sok. De ennek van akkor szája, mert ez akkor a kosztáson jó, az a tök is nézd. Mekkora tó? Ez nagyon, mint a miénk, de ott a szemén is nézd meg. Ja, piros. Ja. Miénk is van a sajátban. Aha, ja. Ez a hintaló, ez hogy jött ide? Horrorfilmek. Hát de igen, de ez ilyen antik ló, nem ilyen prisló a játékboltból, de nagyon jó. Aha. Ez a gyertya is jó, ez meg ilyen, az is ilyen bekapcsolós, ezt nem? Ezt meg ott azt a tök mellett, azt a patkányt. Már mindjárt. Egy horrorpatkány. Aha, hát milyen szépen rámegy itt. Ó, itt még vér is van. Vér is folyt. Vér, sarló van a kezében. Hát ezt mondom. Patkány, ez nagyon-nagyon állat. Jól néz ki. Jó kis szoba. Ja. Na. És itt mi van még? Ó. Halotti tor.
Itt a patkány haver, itt is. Hát ez az utolsó vacsora? Igen, igen. Hát nem, csak a horror változott, ja. Ugye? Ja. Aha, fekete rózsa. Ezt jól meg van csinálva, de még van itt tovább. Gyertek csak, Leila! Ó, oh, bába! Ez fogja a fejét. Happy Halloween! Jaj! Nem nyúlunk hozzá. Jó, ez az ajtó. Ki lakik ott, a bába? Ó, oh, hello. Mini holló. Ez a fa, ez atomállat. Ó, oh. Ez egy nagyon dizájnos koporsó, orkánanyagból készül, de tök jó, mert itt a fa levelek nagyon... Tetszik? Aha, nagyon. Tudom, hogy ilyen Halloween fanok vagytok ti is. Ó, még sírkövek is vannak. Ki nyugszik itt? Jól néz ki. Aha. Jó van. Hát valakinek a csigolyája, igen. Ja. Na, mehetünk tovább? Jó. Hova megyünk? Széjungába, szóval fel kell menni az emeletre. Én meg itt nem, nincs most jogdíjas semmi, és akkor egyből énekelem ma. Megnézzük a tokokat? A te pájtók. Ez miért jó? Ilyet lehetett kapni ott is. Nekem. Ez egy divattervező. Tudom. Ja. Lagerfeld. Nekem valami... Hello! Aha. Mi ez? 13 Mi ez? Én annyira remélek el, hogy milyen, nem tudom. 13 promoxra ez a... Az a sor. Ja, hogy akkor ez az a... Ja, csak felső. Aha. Nem baj, ha videózok közben? Ja, nyugodtan. Terep színű. És milyen árban vannak ők? Változó, igaz? Melyik már? 14,90, mindegyik. Hát akkor ott, ahonnan rendeltük, az még nincs postaköltség se. Aha. Nem tudom, mert szeretnék majd valami csajos szín. Ez szilikon, ugye? Igen, mindegyik szilikon. Hát csillogni nem szeretnék. Akkor a felső. Az a kék, azt tetszik nekem. Ez a sötét? Nem. A havilágosabb, meg az a piros még, amit megnéznék, hogyha lehet. Ha, persze. Ez. Ugye? Ez talán az egy szeptikusabb már a kamera végülés. Na, szóval itt van Artur Itu. Artur Itu. Igaz, gyerekem? Aha. Jó. Most felmozgunk a lépcsőn. Mert felmozdulni jó. Hú, nagyon meleg van itt. Itt aztán nincs rezsi csökkentés csökkentése. Itt nincs. Ugye? Mert... Ja. Ja, itt úsz. Nyúsz. Hát ez a ruha nem szép. Ez viszont jó. Papika. Hát nem látnám, de sokkal kevesebben vannak, mint egy szombati napon. Igaz? Igen. Régen. Tehát most már ezért... Herr Wiss. Jó, jó, jó. Hopp. Ez a kedvenc sportboltom. Tényleg? Herr Wiss? Herr Wiss. Kedvenc sportboltja. Hát itt nagyon meleg van. Itt rövid ujjba lehet benn flangálni. Igaz? Jó, ez a garbó. Hú, de szép színe van ez pasiknak. Jó. Ez tök jó színű. Az. Hát miért ne hordhatna a pasikba garbót? Ez tök jó ez a garbó, férfi. Ugye? Ja.
Oké, akkor mi mentünk be. Apádat lekapcsolták. Le vagy kapcsolva, öcsém? Úgy néztek, mint aki lopott, hallod? Ugye tényleg olyan rossz, mi is ilyenkor olyan rosszul érezzük. Ó, hát nem kell. Jó, hát te emberek vagyunk, ember ilyen kéz. Így már dolgoztam ilyen helyen, és tudom, hogy milyen, hogy már a kést is a hátunkba akarták állítani, mert... Á, nem, hát ez... emberek vagyunk. Oké, okay, hello. A hajszárítót venni, aztán meg megyünk a Kikbetek Hóba. A H&M-be nem nézünk be? De! Benézünk a H&M-be, Shopping királynőt. Üljél bele! Aztán nyomasz egy masszás, nem lehet? Opézér? Menjél már, dehogy is! Ha nem, csak ingyen kell, nem. Majd ingyen, mert nem. Üljél bele, attól még beleülhetsz. Nem gondolod. Otthon van apádnak a masszírozós gagyi széke, az jó lesz nekem. Működik még? Rázzad így magad, úgy, lábad is rázd meg, na, gyere! Na nézzük ezt a bakit. Mennyi? 50 ezer forint, 49 ezer egy bakancs. Mi van?
vagyunk Humanikba? Áh, én a Trócsóbb János vagyok. Ez horror. Ugye? Ja. Már fázol? Itt vannak a szexi ruhák. Majd egy cuki hajas baba nézed? Cuki baba. Shopping királyfi. Nagyon meleg van itt, rettenetesen, igaz? Ja. Tehát húzunk is, még menjünk a Tekkóba, mert eddig egy nadrágot sikerült venni. Hol is? A C&A-ba? Igen. Ja. Meg ilyen pár darab felsőt a... Hol is? Mit tudom én H&M-ben, vagy hogy kell kimondani. Most még beugrunk a Tekkóba, aztán húzunk is, mert rettenetesen meleg van itt bent.
meg éhesek vagyunk. Nagyon. És ha nem eztek, le fogok fogyni. Ez baj. Tehát menjünk, húzunk be fel a te takóba. Milyen program lesz? Azt mondja, hogy... Hát, semmi. Halloween, az kész. Végeztünk, és egyetlen egy farmert sikerült venni. Vettünk még mást is, csak farmerből csak egyet. Vagy kicsi volt, vagy nagy volt, nem is volt nagy választék. Nem vagyok elájulva egyáltalán. Ja, itt meg jön a hóesés, vagy mi van? Olyan esőre álló az egész. Mi az? Szarba lépték? Ja, itt a nagy lokomotívuk. Szép ez a... Ott a csodás városháza. Igaz, csodás? Amúgy tényleg nagyon szép. Azt mondtad, hogy régen ez nagyon fekete volt. Igen. Sötét-szürke. A kosztól. A kosztól. A koromtól. Mert mögötte van a vasútállomás, nem azért? A gőzmozdonyok füstjét. Hát igen, az nagyon mosót, az nagyon régen. Ez egy gyönyörű, gyönyörű álom szép épület egyébként, tényleg. Csodálatos. Nagyon szép. Szállomás. Ott vannak a vonatok, csak pont nem látszik. Ja, itt meg a busz végállomás, de ez nem itt lesz, igaz? Ezt elrakják innen, nem? Évek óta arról beszélnek, legalább 10 év, hogy máshol lesz. Na de hát, meg vannak ilyen bérelhető lakások, ilyen ideiglenesen üzletembereknek, a konyám tyúkjának a Léjjár City Centerben. Na jó, úton! Gyer! Így szeretem! Kihúzunk. Mit csinálsz, drága? Én. Karatészted a pádat? Igen? Na, menjünk akkor. Hát, de itt a gazon akarsz átmenni? Igen. Jó, akkor menjünk át a gazon, meg akarnak nézni egy autót. Lehet, aki szúrt magának egy narancssárga autót. Ez egy Lamborghini Urus. Micsoda, Lamborghini? Lamborghini Urus. Jó. Mi? Nagyon szép, csak ez sem a tiéd. Ez ilyen kell nekem. Olyan kell neked? Jó. Vigyázzatok. Ja. Hát olyan 91 100 millió. Mennyi? Ez. Igen. Mennyi? 90 millió biztos. Hú, te abban hány házat tudnék venni? Apa. Falun. Sárga kocsi. Akkor először a kik? Vagy a Pepco? Pepco. Pepco. Akkor menjünk először a Pepco-ba. Hát, bocsi! Jó, jó! Hát igen! Igen, nagyon szép. Te se találtad? Lehet, mert a miéd, nem? Nem. Arra van a Pepco. Ja, hát azt mondta Leila, hogy oda megyünk először. Nem tudod, itt alig vannak. Az Árkádban meg sokkal többen vannak a Tekkóban. Jó. Látom, másnak is azt tetszik, ez a drága autó. Elővin, a könyvesboltban. De szomorú, hogy alig vannak bent. Aha. Ez a kedvenc helyünk, igaz? Itt szoktunk vásárolni. Igen. A Lirába. Igen. Nem, a Libribe is. Meg a Libribe is, de itt is. Itt vettük a múltkor 3-4 könyvet is. Igen. Will Smith könyv. Jó van. Potyer. Jó. Fresh naps. Mondd ki? Fresh naps. Hogy mondod? Fresh naps. Igen, azt mi nem tudjuk kimondani. Fresh naps. Fresh naps. Fresh naps. Fresh naps.
Gusto. Itt egyszer ittunk egy nagyon-nagyon finom kávét, emlékszel? És nem jól mondtuk ki a nevét, és ránk szóltak. Oké, okay, Pepco. Thank you.
won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas. We wish végeztünk a... Attila, gyere, erre kijebb. Vettünk egy ilyen Remingtont. Végül is a Remingtont szerettem, mert az nekem az volt, igaz, a nagyipari. Úgyhogy mindenképpen ragaszkodtam a Remingtonhoz. Ez most egy ilyen kisebb, olcsó példány, 8000 forintért. De még a másikat is meg lehet csinálni, és szerintem a kapcsolóját szét kell kapni. Úgyhogy végeztünk, és mehetünk is. Eltűnt a Lamborghinid. Oda adtad valakinek? Jó, kölcsön. Más úton hazafelé, és olyan köd van. Nem köd, smog? Mi ez? Nem tudom, olyan szutykos idő van, pedig még csak 4:30 van délután. És olyan... olyan... összebúj... ez olyan összebúj... összebújós. Szomorkás idő. Hazaértünk, és át is öltöztem gyorsan a játszósba. Ragnar fog nekem segíteni, mert nekem fogalmam sincs, hogy mit honnan vettünk. Úgyhogy ő fog nekem segíteni. Te fogsz nekem segíteni, mert már nem tudom, hogy mit honnan vettünk, jó? Jövök segíteni. Oké, akkor el is vette előlem. Oké, ez Pepkós. Ez 2700 forint volt, ez egy rövid újú, de hosszú nadrágos pizsama a csajszinak. Szerintem a nadrág az iszonyú hosszú lesz rá, meg ez is bő. De hát ez nem baj, hogy egy pizsama, az bő 2700 forint volt, tehát ő pepkós. Ez egy ilyen nadrág, 3100 forint, ez egy ilyen vastagabb pamut gatyó, ilyen gumis alju. Ennek az ára 3100 pénz. Akkor vette magának egy Halloweennek egy, vagy én nem tudom minek egy ilyen MS méretű, ezt nem értem. Halloweennek akarta. Halloweennek? Igen, csak volt hozzá rövidgatja, azt mondta, hogy azt meg eltesszük majd valahova. Ja. Hát rám nem jó, de majd egyszer lehet jó. Jó lesz, lesz nekem albumosan. Majd Gerg, neked MS, mit akarsz, cigány? Hát hogy jó neked MS, te? X3XL-es. Nekem. Na, jó lesz ez majd a Gerg elasztikat dogatjába. Ez jó. 2300 szél, szóval ez lesz az ő Halloween-je. Milyen okos, látod? Akkor vettünk neki, ez is pepkós. Igen. Pepkós far, mert 3100 forint, 152-es méret. Ez ilyen répa gatya. Ja. Ez itt most teljesen át van lukadva? Aha. Ja. Tudom, annó is az volt, csak a zsilettel lyukasztottuk ki. Téptük ki meg tűvel. Várjázzon, meg nincs a... Ja, de van ár, ott van. Akkor egy ilyen, ez is egy ilyen fekete melegítő alsó, 3100 forint. Ez is egy ilyen. Hát ezt nem próbálta fel. De felpróbálta. Felpróbálta? Ja, ez ilyen laza. Ja. Akkor mi van még itt? Pepco kilőve. Pepco kilőve. Akkor ugye vettük a médiába ezt a Remington hajszállítót. Ez 6-8000, valahány 100 forint, 8500 forint volt. Imádom, nekem egy nagyipari Remingtonom van, mint már mondtam, vagy nem mondtam. És nagyon régi, és mindenképpen ragaszkodtam a Remingtonhoz. Igaz, ez egy ilyen kisebb példány, de szerintem teljesen jó lesz. Hát itt ezt nyisd szét nekem. Van nekem itt egy segítőm, aki nagyon-nagyon szívesen segít. Mutasd ide, ne add oda, de fordítsd ide. Ez egy ilyen kis koptatott Mickey Egeres anyáé. X-szeles, de akkora, hogy jó rám. Ennek az ára sajnos. H&M, 6495 forint. Oké. Okay. H&M, mondd ki. H&M, vagy H&M, nem tudom melyik. H&M. H&M, kész. Igen. Itt is rakhatod. Ez is H&M? Nem. De, H&M. Ez egy Stranger Things-es, ez nagyon jó rá, tehát Leilának ilyen kis fehér galléros. A felső, ennek az ára 6495 forint volt, viselj egészséggel. Nadrágért mentünk, ez pedig egy ilyen, hát ez alá kell egy hosszabb póló, és egy ilyen mosolyvilágos kapucni is. Felső, nagyon szép ilyen bérszíne van, 3995 forint volt.
azután egy övet vettünk a csajszinak, egy SS gyerekméretű övből nem volt nagy választék, egy SS öv, itt végül is, nekem is volt ilyen övem, basszus. Tényleg? Igen, csak vastagabb. Nem gyerek, a tinédzser is volt, nem csak gyerek, még egy bőfelnőtt. Hát jó van. Na, és akkor abban a lukba dugja, melyikbe akarja. De ez már széjundás. Széjendás, vagy széjundás, széjás. 2795 forint egy műbőröv. Ja. Ó, hogy nem vettem elő a szemüveget, azt nem láttam az árakat. Azután van itt egy ilyen, egy ilyen sima, hát nem sima, mert ez egy ilyen vastagabb cicagatja. Ennek az ára. Ott van 2995 forint. Ez takkós, nem? Takkó, igen. Igen, de volt 25% kedvezményünk, de igen. Viszont akkor is nagyon sok 3000 forint egy ilyen cicagatjája. Ja. Mondjuk ez egy ilyen bével gatya, vagy valami olyasmi. És akkor itt a másik farmer, mert ezt pedig hol vettük? Ez az első széndás. Helyen széndás, igen, ez 152-es méret. És 6995 forint volt. Ez egy ilyen sima csöves farmer. Illetve egy ilyen volt gatya, vagy mi ez? Ez nem tudom, hol vettük. Takó. Takós? Uh-huh. Így vágod? Igen. Kenny Weiss vagy. De ezen nem volt ár, de ez is olyan. 3995 ott ja, az ár. De még lejött a 20%. 25. Akkor 25. Ja, és akkor effektíve ennyi. Más nem vettünk ja, ki, azt nincs csak szatrunk? Nincs. Csirkét vettünk. Ezt főztem. Csirkét. És ezt az oldalt ezt meg kell néznem azért. Megvan a sőve? Meg. Jó az. Jó, ja. Nos, szóval ennyi volt. Úgyhogy... köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk jöttetek. Hát sajnos a zenét a egyes részeknél ki kellett cseréljem, mert oda kellett a zenét, a jogvédett zenék mentek a áruházakba, úgyhogy vagy az üzletekben, úgyhogy ezt cserélnem kellett. Na hát ez van. Na, hello!